Büszke lehet minden itt lakó, hogy Bonyhád olyan értékeket hozott létre ebben a folyamatban, amely szép, jó, és ennek a közösségnek azt gondolom a segítségére hasznára válik. Tavaly adventkor mondta ezt a felújított Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ átadásakor Fehérvári Tamás a Tolna megyei közgyűlés elnöke. Az épületre és az azt körülvevő területre 475 millió forintot fordított a város önkormányzata. Ebből a pénzből újult meg a Művelődési Központ mögötti kaszinótér is. A helyiek akkor azt mondták, nagy szükség volt a városban egy szépen felújított közösségi térre. Két napja tudtam meg, hogy lesz, de nagyon örültünk neki persze, mert most a leghamarabb Szekszárdra tudunk csak bemenni ilyen helyre. Úgyhogy igen, azért is jöttünk, mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz. Ez lehetővé teszi azt, hogy a nyári nagy rendezvényeket, de az egész évi rendezvényeket itt kulturált környezetben lehessen megrendezni, és új létesítmények, kiszolgáló létesítmények is elkészültek, parkrendezés, térkőborítás készült el ebből az összegből, úgyhogy nagyon szép helye lesz most már tényleg ez a városnak, és nem csak az adventi készülődés alkalmával, hanem egész éven keresztül kulturált helyszínnel várhatja a bonyhádi ünneplőket. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere arra kérte a helyeket, hogy vigyázzanak a megújult közösségi térre. Én abban bízom, és annak örülök a legjobban, hogy soha nem látott, vagy teljesen új, régi programok is megelevenedhetnek, újra föl lehet idézni majd akár egy szabadtéri mozi nyári hangulatát, akár egy sörfesztivált, akár a megszokott nagy rendezvényeinket egy megújult új környezetben tudjuk majd eztán megélni. Egyetlen egyet szeretnék még kihangsúlyozni, de ezt nagyon fontosnak tartom. Ahhoz, hogy ez mindez így legyen, és sokunk örömére hosszú éveken, vagy akár évtizedeken keresztül, az egyetlen egy dologra van szükség, mégpedig arra, hogy figyeljünk erre a térre, vigyázzunk rá, és figyeljünk oda a másikra is, hogy ne rongálják, mert azt szeretnénk, hogy minél tovább örömet szerezzem minden bonyhádinak. Ezek a felvételek néhány nappal ezelőtt készültek. Pillanatok alatt helyezték ki a motorosokat figyelmeztető táblákat a szakemberek a bonyhádi kaszinótéren. A tavaly átadott teljesen felújított területet az elmúlt hetekben egyre több robogós használja arra, hogy itt jöjjenek össze. A gyakran speciális kipufogóval felszerelt járművek erős hangja pedig sokakat zavar. Eltelt időszak óta sajnos nagyon sok panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a térre segédmotorkerékpárosok behajtanak, illetve a téren közlekednek is. Ennek két komoly problémája van. Az egyik az az, hogy a kaszinótér körbelüli a művelődési házat, ahol nagyon sokszor kulturális és egyéb rendezvényeket tartanak. Nyilván ezeket a rendezvényeket a motorosok által keltett zaj zavarja. A másik probléma pedig a téren játszó gyermekek és szülei, illetve a gyalogosoknak a biztonsága. A bonyhádi rendőrkapitányság, illetve a Bonyhád városának a vezetősége ezen probléma megoldására közlekedési, illetve nem közlekedési jelzőtáblákat helyezett ki az útszakaszra, amely gyakorlatilag a segédmotor kerékpárosoknak a térre való behajtásának a tilalmát tiltja. A KRESZ-ből kiindulva teljesen egyértelmű, hogy a gyalogosnak a gyalogjárdán van a helye, a motorosnak pedig az úttesten, tehát külön erre közlekedési jelzőtáblát kihelyezni véleményem szerint felesleges, hiszen motorkerékpárosok nagyon jól tudják, hogy a téren motorozni nem lehet. Ezeket a problémákat akarják felszámolni a helyi polgármesteri hivatal és a rendőrkapitányság munkatársai a táblák kihelyezésével. A most kikerült figyelmeztetések nem számítanak közlekedési tábláknak, ugyanakkor így is jelzik, hogy itt szabálytalan motorral közlekedni. Tisztelettel megkérem ezúton is a bonyhádi motorkerékpáros társadalmat, hogy a gyalogosokkal és a hatóságokkal való konfrontáció elkerülés érdekében a térre ne hajtsanak be. Értelemszerűen semmi probléma nincsen azzal, hogyha a térre érkezve a motorkerékpárral leszállnak és azt betolva hajtanak be a térre. Szeretném végezetül elmondani, hogy a tér teljes területén 0-24 órában térfigyelő kamerarendszer működik. A rendőrség alosztályvezetője egyébként azt mondja, hogy a Perczelkertnél is hasonló jelenségekre panaszkodnak a helyiek, úgyhogy oda is a motorosok behajtását tiltó táblák kerültek ki.